A naprendszer összes bolygója felsorakozik az égen hajnalban, egyetlen hosszú égi együttállást alkotva. Időktől fennálló, egymással ellentétes, de nem szembenálló, és mégis egymást kiegészítő erőket írja le, amelyek megtalálhatóak a világegyetem összes jelenségében. Szeretni valakit, az több, mint egy erős érzés. Az döntés, ítélet és ígéret. És önök számára ezek a szavak is talán különlegesek, és egyszerre különböznek, mint a yin és a yang. Mégis egyeznek a legfontosabb pontokon. Ezért is számukra a szerelmük szimbóluma ez. Ilyen pont az a kis pötty, ami a yin és yang belsejében van. És például ez a kis pötty Rutrika szeretete. A természet csodálata és a kölcsönös, megingathatatlan tisztelet. A különbözőségre pedig mindig úgy tekintettek, mint egy lehetőségre, hogy egymástól tanuljanak, és ezáltal együtt többek legyenek korábbi önmaguknál. És ebben a körforgásban csiszolódtak, és csiszolódnak ők is egymáshoz, ahogy fejlődtek és fejlődnek a következő években is. Éppen ezért azt gondolom, hogy ma nem véletlenül ülnek itt, hiszen egy szívvel és egy akarattal jöttek ma ide, és mondják ki az igent, azt a jelentőségteljes szót, mert két ember életét összekötik. Hiszen ezen a világon minden csak akkor mutatja meg az igazi arcát, a benne rejlő mélységekkel és árnyalatokkal, a teljesség és a boldogság lehetőségével együtt, ha vállaljuk. Szerintem ezt pontosan tudják, hogy csak akkor. Máskülönben minden töredék marad, vagy egy elmulasztott lehetőség. A házasságkötés ezért egyszerűen csak azt fejezi ki, vállalni. Tiszta szívvel, önzetlenséggel,
és fáradhatatlanul vállalni egy közös életet és egy közös sorsot. És az élet, szerintem tudjuk mindannyian, egy nagy utazás, amely során az ember rengeteget tanul és tapasztal. Majd egy napon felszáll mellénk valaki, megfogja a kezünket, leül mellénk, és mi rögtön tudni fogjuk, hogy vele hazaértünk. Szemében tükör van, melyben magunkat látjuk. Szívében szerelem van, amitől szárnyalunk, és amitől azt érezzük, bárhol is vagyunk a világon, vele a legjobb helyen vagyunk. És persze már tudjuk nyelvi és egymáshoz tartozni, mégis úgy érezzük, hiányzik valami. Én nem a papírbirtoklására gondolok, ma meg szeretnék koronázni kapcsolatukat azzal, hogy a házasságban elfogadják egymást teljes társként. Hiszen választási lehetőség mindig van az ember előtt, hogy hova, kihez húz a szíve igazán. Az idővel, és persze kellő türelem melegíteni mindenki számára, ahogy már önöknek is. És akkor én most megkérem az ifjúpárt és tanulikat, hogy álljanak fel, hiszen elérkeztünk a szertartás találatot. Kedves Alexandra és Ádám, most azzal a szándékkal fordultak hozzám, hogy a mai napon egymással házasságot fessenek. Az együtt töltött idő után úgy érezték, elérkezett az ideje, hogy kijeljenek mindazok elé, akik sokat tettenek önök számára, és igeneikkel megerősítsék azt, amit ők már pont régóta éreznek, hogy ez a kapcsolat tudják mától önökre szól. És úgy gondolom, hogy ez a szó, hogy örökre, talán az egyik legfontosabb, hiszen a mai nap most elsősorban nem a múltjukról, hanem közös önökről szól. És miután igazolták a törvényes előfeltételeket, megállapítottam, hogy házasságkötésünknek törvényi akadálya nincs. Ezért felteszem a kérdést, amivel tanulik, és persze itt megjelent vendégeik előtt házassági szándékukat megerősítik. De ez a házasság csak akkor válik érvényesé, ha mindenképpen igennel válaszolnak a felé kérdésére. Először megasszony az itt a kérdést. Kijelenti-e Bácsfalvi Alexandra, hogy az itt jelenlévő német Ádámmal házasságot köt? Igen. Jelenti-e német Ádám, hogy az itt jelenlévő Bácsfalvi Alexandrával házasságot köt? Igen. Megállapítom, hogy önök Magyarország polgári törvénykönyve szerint, és persze éppen hozó kijelentésük értelmében házastársak. Nagyon örülünk, hogy a családunkkal, szeretteinkkel, barátainkkal ünnepelhetünk. Ti vagytok nekünk a legcsodálatosabb ajándék. Éreznétek jól magatokat, jó étvágyat, és igyatok rendesen. For you, even when we're apart.
if I'm telling the truth.